Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elsőként a NOHAK Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter képviselői veltik át az oklevelet. A Miskolci székhelyű klaszter 2006 óta segíti a régió vállalkozásait a beszállítói kapcsolatok erősítésében mind a hazai, mind a külföldi autógyárakkal. A már a komoly nemzetközi együttműködésekben is résztvevő klaszter létszáma az alapítás óta 70 tagvállalatra bővült. Kérem az Allianz informatikai és innovációs klaszter képviselőit, hogy vegyék át az oklevelet. A 2007 óta az infokommunikációs iparákban működő klaszter egyedi, piaci sikerre alkalmas termékek fejlesztésére törekszik. Jelenleg 47 tagból áll. A Zöld Áramlat Megújuló energet, Energetikai és Innovációs Klaszter képviselőit kérem, hogy vegyék át az oklevelet. A klaszter tevékenységének középpontjában a megújuló energetika és energiahatékonyság áll. 2011-es alapítása óta működését az Észak-Alföldi régióból immár az egész országra kiterjesztette. Jelenleg 28 tagvállalatból áll. A magyar medikai gyártók és szolgáltatók klaszter képviselői át most az oklevelet. A klaszter szakterületét tekintve egészségügyi műszerek és termékek fejlesztésével, gyártásával, értékesítésével és egészségügyi szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. 2006-ban alakult és jelenleg 35 tagot számlál. Kérem a Szilícium Mező regionális informatikai klaszter képviselőit, hogy fáradjanak előre. A klaszter elsősorban az Észak-Alföldi régióban, az infokommunikációs ágazatban működő in innovatív eredményekkel már rendelkező cégek és intézmények együttműködő hálózata. A 2009-ben alapított klaszter jelenleg 46-43 tagot foglal magába. A Parmapolis-Debrecen innovatív gyógyszeripari klaszter a következő díjazottunk. A roppant erős egyetemi háttérrel rendelkező klaszter a gyógyszeripar humán biotechnológia értéklánca mentén a hozzáadott érték növelésére törekszik. 2008-ban alakult, jelenleg 24 tagot számlál. A Magyar Sport és Életmód Fejlesztő Klaszter képviselőit kérem, vegyék át az oklevelet. Ok a Klaszter 2011 májusában alakult. Legfőbb célja, hogy a sportban és egészségmegőrzésben érdekelt kis- és középvállalkozások, illetve oktatási, önkormányzati, kutatásfejlesztési intézmények együttműködését elősegítse, koordinálja. 34 tagvállalattal rendelkezik. a Kexport Cluster képviselői kérem fáradjanak előre. A klaster célja, hogy elősegítse a magyar környezetvédelmi és vízipari termékek és szolgáltatások külpiaci megismertetését, valamint a hazai vállalkozások export lehetőségeinek bővítését. Jelenleg 19 tagvállalattal rendelkezik. Az Észak-Magyarországi informatikai klaszter a következő klaszter, amely átveti az oklevelet. A klaszter elsősorban az Észak-Magyarországi régió informatikai vállalkozásait fogja össze, hitképző szerepet betöltve a térség tudományos központjai és az informatikai piac szereplői között. A klasztert 42 vállalkozás alkotja. A termál egészségipari klaszter képviselőit kérem, hogy vegyék át az oklevelet. A klaszter az Észak-Alföldi Régió termál és gyógy idegenforgalmának fejlesztését tűzte ki célul, egyedi, tudományosan megalapozott termál egészségipari szolgáltatásokat kínálva különböző cégcsoportok számára. A klasztert 2005-ben alapították, jelenleg 45 tagvállalatot számlál. mobilitás és multimédia klaszter képviselői vetik most át az oklevelet. A klaszter az infokommunikációs iparág területén aktív, legsikeresebb középmagyarországi cégeket és kutatóműhelyeket igyekszik összefogni már 2007 óta. A klaszter jelenleg 63 taggal rendelkezik. A szoftveripari innovációs pólus klaszter a következő díjazottunk. A klaszter 2007-ben alakult célja, hogy segítse a magas hozzáadott értékű kutatásfejlesztési tevékenységek megerősödését, valamint az ezt hatékonyan támogató képzést és a szükséges infrastruktúra megteremtését. Jelenleg 52 taggal rendelkezik. A Goodwill biotechnológiai klaszter képviselőit kérem, hogy vegyék át az oklevelet. A klaszter alapvető működési körét a gyógyszerek és gyógyászati célú készítmények fejlesztése, gyártása, forgalmazása, valamint a szövetépítéshez kapcsolódó kutatásfejlesztés határozza meg. 2007-ben jött létre, jelenleg 28 tagból áll. Végül, de nem utolsó sorban a csomagolás technikai, innovációs és környezetgazdálkodási képviselőit kérem, hogy vegyék át az oklevelet. A klaszter működése 12 évre tekint vissza. Célja új, környezetkímélő csomagolóanyagok anyag, kifejlesztése, gyártása, valamint a keletkező hulladékok megsemmisítése, újrafelhasználása. Jelenleg 25 tagja van.